Itt vagyunk a Volánbusznak a Móri autóbusz állomásán. Itt jelenleg egy C56, vagy egy Classic Icarus 256-os, és egy Volvo 7000, vagy Alfa Lokaló, mivel mind a kettő ugyanabból van legyártva. És jelenleg Alba Volán és egy KNKK busz. Itt vagyunk kb. A egyik cégnél. És hogy ez tényleg úgyis azt elárulom, hogy ezen napon azt tervezik a hóesés. Miért, hogy Székesfehérvárra ugyunk. Úgy 12 és negyed, vagy mennyit mondott a titúr. De úgy látszik, hogy nem. Bár én kíváncsi vagyok, hogy melyik busz lenne az, de ez én semmi se tudok, hogy is. Ennyi az összisz. Egyébként itt egy fűtőtorony, vagy nem tudom milyen torony. De hogy mit kell mondani, hát szerintem ez jobb lenne egy atomerőmű méretű kórház, mint egy autóbuszállomás. Meg az mióta állomás, bár régebben láttam itt 10 darab buszt, de ez a KNKK idején. Közben itt a 4-es busz megálló, ott a 3-as, ott a 2-es, és így ott a 1-es. Itt vannak biciklire rakó, meg természetesen a képház, végülis a ház, lámpák, meg az a képernyő mutatja a menetrendet. Jelenleg ennyi, de egyébként nagyon közel van a buszoda. És ha valaki nem tudja, hogy hol van, akkor előre is elmondtam még egyszer, hogy Mór. De ez amúgy nagyon furcsa. Most ez mi? A Alba Volán, a KNKK és a, meg a Volán busz helyett? Hát előbb fogok kiakadni. Jesus Christ. Az épületbe egyébként be lehet menni. Nak a Primo. Primo-val van a legközelebb. Ugyan a park, meg a rendelő, hogyha orvosi helyek, meg a park. Az egyik az nagyon közel van hozzá. De most az hozzá van egy kórház, bár nem ott kéne lennie szerintem, de ez a blond Orbán, vagy nem tudom, ki tervezte. De én eszélyesebben a Orbán tudom rakni, mivel ő a magyar családokat mit tönkre is teszi. Vagyis kiszólsz arra, hogy egy új vezető, mint az Orbán Viktor? Ez nem egy jó kérdés. Mert ki szeretne olyan államot, ami a Putyinnal, vagy Gorcsájjal, vagy Orbán Viktorral? Vagy például az, aki miatt bekeveredtünk a második világháború miatt is. És azt az embert én leszívesebben, ha most élne, lelőném. De nem tudom megcsinálni, de ennyi a híradó, vagyis a híradás. És akkor goodbye!